A most következő mérkőzéshez csak két megjegyzés, kedves nézők. Az egyik, hogy a fordulót megelőzően a zalaegerszegiek még sohasem nyertek mérkőzést a Viharsarokban, Békés Csabán. A másik, hónapokkal ezelőtt meghirdettünk egy tehetségkutató pályázatot, sportriportereket keresünk. A most következő mérkőzésen lehetőséget kapott egy jelentkező. Banál jöhet, hosszú, nagyon jól ad a Oroszki fele. Remek kiugratás, Oroszki gól helyzetben szerelik. Kisodorozott Oroszki és a kapusba lő végül. De nagy helyzet volt, nagyon nagy helyzet volt. Oroszki Péter. Nagyon jó indítást kapott. Csatófeje, kanál fele megy a labda. Remekül szerelte. Csepregít fejes. Oroszki, ismét Oroszki. Racskó, tovább Csató. Csató kis lendülettel Oroszki. Vissza a Csatónak. Nagyon szép. Gól! Oroszki, harmadszorra sikerült neki. Tétováztak, hibáztak az alai védők. És a ide-odagó pattogó labda után Oroszki végül a hálóba talált 8 méterről. 1-0 tehát a Békés Csaba javára. Mindez a 38. percben történt az első félidőben. Racskó. Középen Csanálosi kérni a labdát. Oroszki visszafelé Szekeresnek. Szekeres csak. És ott. És gól. A nagy kavarodásban végül Csató csapott le a labdára. És ugyanúgy, mint az előző gólnál, sokszor hibáztak az alai védők. Csató szemfülességét dicséri az. Felismerte a helyzetet. És mint egy 3-4 méterről a hálóba pofoszta a labdát. Szekeres. Csanálosi. Három játékos között harmadik nem jön bele. Ismét visszaszerzi Csanálosi a labdát. Fabuja. Szekeres. Szép. Csanálosinak ki a bal szélre. Egyből be. Gyönyörű érkezik. Bel van. Gól! Gyönyörű támadás. Gyönyörű támadás. Pontosan érkezett a beadás Csanálositól. És a frissiben csereként beállt Bel van. Kapásból. Szép gólt lőtt a hosszú sarokba. Sokat kapkodnak a csapatok. Még Békés Csaba is pedig 3-0-as előnyük tudatában igazán játszhatnának nyugodtan is. Ismét Szekerest választja. Rezi. Szép labda. Szép labda Csatónál. Emel gól! Gól! Gyönyörű gól! Csató! Észrevette, hogy kinnál a kapus Huszár. Remekül ívelt át fölötte a labdát. Nagyon szép gól. 23. percben, második fél időben. Nagyon szép kiugratás, Macskó, de elveszíti a labdát. Nem tudta jól átvenni, oda lett a helyzet. És már is jönnek fel az alaiak ismét Ballai révén. Hosszú keresztlabda Kámán felé, sarokkal teszi maga elé. Szépen elvitte a labdát, Kámán, gól! Gól! Szép teljesítmény volt, ahogy sarokkal maga elé vette a labdát, lerázta üldözőjét, és kifutó Gulyás mellett a kapu közepébe lőtt. 4-1 tehát, 25. percben járunk. Üresen futhat fel Csanálosi a jobb oldalon, ő is bejátsza az egész pályát. Jó játszik Csanálosi. Jobb lába szépen ad be, Szekeres fejjel fölé. Szép mozdulat volt ez is. Kicsit talán, ha Szekeres elé megy a labda, nem mögé, talán jobban tudta volna irányítani. Ballai jön föl, Csepregi. Hosszú labda keresztbe, Fuisz fejjel próbálná középre tenni, nem sikerül. Ott lakán szépen füleli a labdát, Szekeres hozza föl, tovább teszi Csató. Csató viszi föl. Jó lövés, jaj, de nagy lövés! Mekkora gól! De szép gól volt. Bel van. Második félidőbe beállt ez a fiatal játékos, és már két gólt lőtt. Jöhetnek a zalaiak, Kovács László. Körülnéz, visszakapja, kényszerítőbe, gyönyörű volt. És hosszan szöktette magát Kovács László. Gulyás pedig jó ütemben, jó érzékkel jött ki a kapujából, és elhalászta a kitörő csatára a labdát. Bár az igen hosszan szöktette magát.
Bánfi dobja be a labdát hosszan. Csernus felé, Csernus lefejelik. Oda kerül, így nem kerül a Csanálosihoz, a Csepregi hozza ki a labdát. Tovább teszi Ballai, elől elpöckölik a labdát, és már is Csernus jöhet fel. Szekeres visszapörgeti a labdát. Jó jön. Szély, de szép lövés volt. Csató. Molnár tovább, Csepregi. Ballai. Nem jött el. Fújsz. De viszont jó. Kámán, gól. Meglepetés, ideg zuhany az utolsó percben. Zalaegerszeg szépített. Kámán igen okos góllal. Jó labdát kapott Fújsztól, és a kifutó Gulyáson szépen emelte át. És ebben a pillanatban nagy kettő lefújja a találkozót, amely végeredményben 5-2-es Békés Csabai győzelemmel végződött, teljesen megérdemelten, főleg a második félidő játék alapján. Hát én nagyon örültem először is, hogy az edzőm bizalmat szavazott nekem, és éreztem, hogy a csapatnak most nagyon jól megy. Lehetett is látni, főleg Szeki, de az egész csapat nagyon jól ment. És hát sikerültek a gólok. Amikor belögtem az első gólt, utána éreztem, hogy jól megy a játék. Ezt elég sokat gyakoroljuk edzésen. Mind a távoli lövést, mind a kapás lövéseket. Most be is jött. Hát most be is jött. Gratulálok még egyszer, és nagyon köszönöm beszélgetést. Köszönöm szépen én is.